A Becsey 1918 ifjúsági futballklub az elmúlt pénteken új elnököt kapott. A jelenlevők egyhangú döntése alapján a funkció egyetlen jelöltje Gulyás Zoltán lett megválasztva. A szükséges 21 küldött közül a közgyűlésen 24 személy vett részt, a klub barátai és tagjai. Gulyás volt az egyetlen jelölt, akit az önkormányzat és a klub vezető tagjai javasoltak arra, hogy betöltse az Óbecsei klub igazgató bizottságának vagy végrehajtó bizottságának elnök. Rendkívül nehéz munka vár ránk, de mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előző vezetőségnek, hisz rengeteget dolgoztak azért, hogy a Becsey ifjúsági futballklubot erre a szintre hozzák. Mi ezt a folyamatosságot folytatni fogjuk, és azt tudom mondani, hogy maximálisan arra fogunk törekedni, hogy meg is tartsuk ezt a szintet. Az Óbecsei klub új igazgatóbizottságának tagjai, akik a jövőben gondját viselik a klubnak és a városi futballnak, Nedegy Kovászics alelnök, Zorán Grbics, Dragan Mikánovics, Palágyi Szabolcs, Milan Onyin, Slavisa Dabizljevics, Sasa Gujanica, Kovács Nándor, Vladimir Gyurics, a 11. tag pedig kooptált lesz. A felügyelő bizottságot Milenko Milovanov, Milan Szekulics és Milan Ánics alkotja. A klub közgyűlésének elnöke pedig Slavisa Dabizljevics marad az alelnökkel Velibor Mándicsal együtt. Az igazgatóbizottság ülése után várhatóan döntés születik majd az új edző személyével kapcsolatban, továbbá a játékosok létszámával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy a Becseinek jelenleg hány olyan játékosa van, akire számíthat. Az idő nagyon rövid, mielőbb hozzá kell kezdeni a problémák megoldásához. Az elkövetkező egy-két napban mindent jól át kell vizsgálni, és csak ezek után tudunk majd többet mondani. A klub új elnökének szavai szerint, amikor mindent átvizsgáltak, akkor a médiák is és városunk sport- és futballrajongói is tájékoztatást kapnak a Becsey 1918 ifjúsági futballklub teljes helyzetéről és az új vezetőség további lépéseiről is.